Összegyűltünk az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Húsvét második vasárnapja van. Ebben a Szent Misében elhunyt Ferenc lelki üdvért fogunk imádkozni, és ahogy az énekben is énekeltük, tárjuk kezünket az Isten felé. Az evangéliumban arról fogunk hallani, hogy Szent Tamás apostol a kezével érintheti Krisztus feltámadt testét. A Szent Mise kezdetén a lelkiismeret vizsgálatban kérdezzük meg önmagunktól, hogy mi mikor érintettük Krisztusnak a testét. És itt nem a feltámadt Krisztusról van szó, hiszen valószínűleg egyikünknek sem jelent meg a feltámadt Krisztus. Ugyanakkor tudjuk Jézus tanítása alapján, hogy amit egyel és a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Mit tettünk az elmúlt héten Krisztusért, Krisztussal, vagy éppen Krisztus nélkül? Tehát vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük a feltámadt Krisztust. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és edessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Örökké irgalmas Istenünk, Te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növelt kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk, ad, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szent Lélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogyha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket, másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közeleső városok népe is odatódult. Vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. Ez az Isten igéje. Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang. Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a 7 egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával és megszólított. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek örökké.
nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára ekkor öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érints meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művel tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen bennem. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Legyen bűneink bocsánatára. Foglaljatok helyet. Az első fő mozzanat, amit az evangéliumból rögtön kihallhatunk, ez a zárkózottság, bezártság. Az apostolok félnek, ezért bezárják, magukra zárják az utolsó vacsora termét. Félnek, mert lehet, hogy ők is a kereszten végzik, mint Krisztus, és ők ehhez nem voltak elég bátrak. És itt egy pillanatra gondoljunk magunkra, hogy mi mindentől szoktunk félni, és hány helyzetben mi ugyanazt tesszük, mint az apostolok,
magunkra zárjuk az ajtót, akár szó szerint, akár átvitt értelemben, és megtagadjuk Krisztust, hiszen nem csak Péter tagadta meg Krisztust, hanem tulajdonképpen szinte az összes tanítvány azáltal, hogy nem mertek kiállni mellettem, hiszen egyikük sem állt ki Jézus mellett, egyedül János evangélista állt ott a kereszt alatt, de a többi nem. A többi nem mert közösséget vállalni Krisztussal, és elbújtak. Elbújtak azért, hogy nehogy őket is bántsák Krisztus miatt. Akik már hosszú ideje élnek, ők azért átélték az előző rendszert, amit én már nem nagyon ismerek. Kérdés, hogy megmertük vallani a hitünket a régi rendszerben, amikor üldözték a vallásos embereket, hogy ti, akik itt ültök a padban, 40 évvel ezelőtt is itt ültetek? Vagy 30 évvel ezelőtt? Amikor figyelték, hogy kik jönnek be a kapun, és kik mennek ki? Amikor ügynökökkel voltak tele a padsorok, akkor is jöttetek? Akkor is járattátok hittanra a gyerekeiteket? Akkor is imádkoztatok, és bátran megvallottátok országvilág szeme és füle láttára, hallatára, hogy keresztények vagytok? Jó lenne egy ilyen körkérdést tenni most, hogy hogyan éltétek meg azt az időt, amiről nekem igazából már ugye fogalmam sincs. Nem ítélkezni akarok, de egy kérdés, hogy ti is bezárkóztatok és letagadtátok Krisztust, nem is ismerem, és akkor inkább nem imádkozunk és elmegyünk, 5 faluval arrébb, ott kereszteltetjük a gyerekünket, ott házasodunk, mert itt nem lehet. Tehát titokban voltatok keresztények, vagy pedig kimertetek állni. És fölmertétek vállalni, hogy én Krisztushoz tartozom. Hogy megmertétek tenni ezt akkor is, amikor tudtátok, hogy adott esetben a munkátokat veszítitek el, vagy sokkal rosszabb is bekövetkezhet. Hiszen azért jó pár hitvalló van az elmúlt rendszerből, bár legtöbbjük azért nem élt, hányan kerültek börtönbe a hitük miatt? Hány embert kínosztak meg, hány ember halt bele? Hány embert nyomtak el? És lehetne folytatni a sort, hogy ti vajon melyik csoportba tartoztok? A bezárkózott tanítványok közé, vagy Krisztus mellé, aki bátran fölvállalta a gondolatait, és nem tagadta meg önmagát soha. Ez a múlt, ezt lezárjuk, ez elmúlott, viszont előttünk áll a jövő, ami legalább ilyen fontos, hiszen előbb vagy utóbb, de ismét jön egy ilyen rendszer, és előbb vagy utóbb mi kerülünk sorra, és nekünk kell bizonyítani azt, hogy tényleg komolyan gondoljuk-e a Krisztus követésünket, vagy pedig csak akkor, amikor minden szép és jó, amikor minden békés, és igazából nem jár áldozattal, nem jár szenvedéssel, de ha ismét üldözni fognak minket, akkor lehet, hogy megtagadjuk a hitünket? Ez mindannyiunknak szól. Hiszen ha a világpolitikai eseményeket nézzük, akkor nagyon közel vagyunk egy ilyen időszakhoz ismét. Ugye abban nagyon nem reménykedhetünk, hogy megvédenek minket a vezetőink, hiszen Belgium a legjobb példa arra, hogy semmit nem ér. A világi nagyhatalom azokkal szemben, akik ugye hatalomra próbálnak törni. Tehát egyelőre vesztésre állunk az iszlámmal szemben, és szerintem így is fog maradni. Tehát ha tetszik, ha nem, de gondolkodnunk kell azon a kérdésen, mi lesz, hogyha ismét meghódítanak minket, és mi lesz, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy vallást vagy életet? Vajon mit fogunk választani? Krisztust vagy az életünket? Krisztust vagy muzulmánok leszünk? Vagy letagadjuk Krisztust, bezárkozunk a szobánkba, majd titokban imádkozunk, amíg le nem fülelnek minket, de vajon hányan fogunk eljönni a templomban, ha még egyáltalán ez a templom így fog kinézni? Ha pedig mecset lesz, akkor hányan jövünk a mecsetbe? Tehát rengeteg kérdést
hoz elő ez az evangélium, ami időszerű, és kell, hogy ezeken gondolkodjunk, hogy ki tudunk-e tartani Krisztus mellett, vagy pedig az első adandó alkalommal meg fogjuk tagadni őt. Én sem tudom per pillanat erre a választ, de gondolkodom rajta, mert kell gondolkodni rajta, mert 100 évente de mindig van egy vallás üldözés, és lehet, hogy most még csak ott Szíriában zajlik, de ahogy említettem, nagyon közel vagyunk hozzá, hogy itt is bármi történjen, de hogyha nem az iszlám, akkor majd éppen lehet, hogy az unió fog minket üldözni, tehát soha nem tudhatjuk. De a vallásunk az egy szálka nagyon sokak szemében, és a legfontosabb kérdés, ismétlem magam harmadszorra, ki tudunk-e tartani Krisztus mellett, vagy megtagadjuk őt? És vajon hogy tudunk kitartani Krisztus mellett, mert ez számomra is kérdés, és ha eljön az az idő, hogy tanúságot kell tennem a hitemről, és ha eljön az az idő, hogy választanom kell Krisztus vagy bármi más között, akkor én szeretném Krisztust választani. Tehát legalább idáig el kell jutnunk most, hogy egyáltalán most döntsem el, hogy kit is szeretnék egyáltalán választani. Krisztust vagy magamat, az életemet. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki meg szeretné menteni életét ebben a világban, az elveszíti azt. És aki elveszíti életét ebben a világban, megtalálja azt. Mi vajon szeretnénk-e elveszíteni az életünket ebben a világban Krisztusért? Vagy pedig szeretnénk megőrizni, és inkább tagadunk, viszont hát az utolsó ítéletkor mit fogunk mondani Istennek? Hogy bocs, de csak addig gondoltam komolyan, amíg te nekem szépet és jót biztosítottál. De mivel hát ez megszűnt, akkor inkább mégsem akarok hozzá tartozni. Jó, ezt Isten elfogadja, de akkor föl fogja tenni azt a kérdést, de akkor miért akarsz a mennyországba jönni? Ha nem kellettem neked a keresztúton, ha nem kellettem neked a kereszten függve, nem akartál hozzám hasonlóvá válni, akkor miért akarsz a mennyországba jönni? Mert újra minden szép és jó. De nem erről szól a mennyország. A mennyországnak az ajtaja az a kereszt ajtaja. Aki a kereszten át lép be, az a mennyországba lép be. Aki a keresztet kikerülve akar belépdesni, az nem a mennyországba fog belépni. Tehát a feltámadás ünneplése az a mi feltámadásunkról is szól, és kérdés, hogy olyan lesz-e mit ünnepelnem, amikor eljön az óra, amikor föltámadunk. Lesz-e mit ünnepelnem? Ünnepelni az fog, aki a mennyben fog föltámadni, aki nem oda, annak nem lesz mit ünnepelni. Az átkozni fogja azt a pillanatot, amit Jobb is mond, hogy átkozom azt a pillanatot, amikor megfogantam, amikor hírül vitték, hogy megszülettem. Átkozni fogunk minden egyes pillanatot, amikor bűnt követtünk el. Tehát kérdés, hogy vajon melyik feltámadást fogjuk ünnepelni. Tehát a kérdés, ismételve magam, hogy hogyan is tudunk hitvalló életet élni, hogyan fogjuk tudni megvívni a csatáinkat, fölvenni a keresztet, meghalni a kereszten és bejutni a kereszten keresztül a mennyországba, ez csak Krisztussal együtt sikerül. És amikor Jézus megjelenik itt az apostoloknak, háromszor mondja nekik, békesség nektek. Hát nem véletlenül mondta háromszor, mert valószínűleg elég nagy békétlenség volt az apostolok. Nem is között, hanem bár közöttük is, sokkal inkább bennük. Gondoljunk bele, hogy Péter apostol megtagadta Jézust. Vajon örült? Vajon boldog volt? Jézus halála után nem szégyelte magát, hogy én voltam az egyik, akit legjobban szeretett? Rám alapozta az egyházat, mert valami ilyet mondott, és gyáva voltam, és megtagadtam? Mennyire szégyelhette magát Péter?
Vagy mennyire piszkálhatta őt a többi, hogy na, te vagy a vezetőnk? Te, aki letagadtad Jézust? Rád építette az egyházat? Persze ő meg visszavágott, és ti hol voltatok? Hol voltatok a Getsemáni kert után? Még addig se jöttetek, ameddig én? Ti még nem is szóval tagadtátok, meg rögtön elfutottatok. Vagy ott van Júdás, közöttünk volt 3 évig. Elárult a 30 ezüstért, és ott lóg a fán. Tehát nem igazán volt mire büszkének lennie a 11 tanítványnak. És igenis, valószínűleg mardosta őket a lelkiismeret furdalás, hogy ezt tettük Jézussal. Hát így követtük mi őt. Vagy Péter, hogy így akartam én odaadni az életemet Krisztusért, hát az utolsó vacsorán mondta, ha kell, meghalok, érted? Akkor hol van ez a halál? Akkor Péter, hát itt az alkalom. Akkor menj és hallj meg. És nem megy, és nem hal meg. Tehát nagyon is nagy békétlenség volt ott az apostolokban, és legalább ekkora békétlenség kell, hogy bennünk is legyen, onnantól kezdve, hogy megtagadjuk Krisztust. Amikor újra és újra visszaesünk a bűneinkbe, amiből lehet, hogy nem is igazán akarunk megválni, vagy megszabadulni. Fölmentjük magunkat 1000 körülmény miatt, de valójában tényleg akarjuk mi Krisztust követni. Tényleg oda akarjuk érte adni az életünket. Tényleg, ha kell, meghalunk értem, mert mindannyian ezt ígértük a keresztség pillanatában. És az összes szentségfelvételkor. És még itt a misében is ezt ígérjük meg, hogy hirdetjük a te halálodat. De tényleg komolyan gondoljuk ezt, vagy csak egy szöveg, amit elmondunk a többi között? Jönni fog az a pillanat, amikor be kell bizonyítanunk. Vagy egyiket, vagy a másikat. Vagy azt, hogy komolyan gondolom, és meghalok, vagy azt, hogy nem gondoltam komolyan, és az egész egy színjáték volt. Sokszor említem azt, hogy miért ülünk itt a padban? Azért, mert most minden békés és jó? Mert most nem üldöznek minket? Most lehet? De csak addig ülök itt, amíg nem üldöznek? És utána megtagadok mindent? Még az anyámat is letagadom, ha erről van szó? Erről is beszél Jézus. Tehát nagyon el kell gondolkodnunk a mai világ eseményein, hogy mit szeretnénk magunknak, és amit szeretnénk, azt hogyan szeretnénk elérni. És még egy magyarázat, mert igazából nem magyaráztam meg, hogy mi is ez a békesség nektek. Jusson eszünkbe, amit Jézus az utolsó vacsorán mond, hogy ő azt szeretné, hogyha ő bennünk lenne, és mi ő benne. És ha ez megvalósul, akkor lesz béke bennünk. Benne vagyunk-e Krisztusban, és Krisztus bennünk van-e? Mert ha igen, akkor a keresztutat együtt járjuk, és a kereszten együtt halunk meg. Ha nincs bennünk Krisztus, lehetetlen, hogy végigjárjuk a keresztutat, és lehetetlen, hogy meghalljunk a kereszten. És én is sokszor mondom magamnak, amikor elkövetem a szokásos bűneimet, hogy Krisztus nem él benned. Ha benned élne, nem követnéd el a bűnöket. Ha benned élne, akkor küzdenél. Nem adnád föl az első adandó alkalommal, nekem ez nem megy, vagy éppen nincs kedvem hozzá. Ha benned élne Krisztus, és te Krisztusban, akkor ez nem történhetne meg. Akkor komolyan gondolnád te is a vallásosságodat, a hitéletedet. Tehát sokszor mondom magamnak ezt. És én is legalább annyira szégyellem nagyon sokszor magamat, mint ezek az apostolok ott bezárkozva az utolsó vacsora termében, hogy megint nem bírtad ki. És még csak nem is kereszthalálról van szó. Csak egyszerűen nemet mondani megint a bűnnek. Egy kicsit a hétköznapi életedben küzdeni megint nem ment.
Megint nem akartad. Hogy fogsz így vértanú lenni? Ha a bűneidnek nem tudsz nemet mondani. Ha újra és újra beleesel abba, vagy egyáltalán észre se veszed, hogy beleesel. Ugye hányan hiszik közöttünk, hogy büntelenek. Tehát akkor hogy akarunk mi vértanúk lenni? És mi lesz velünk, amikor jön a kérdés, hogy Krisztust vagy életet? Bocs, inkább akkor az élet. És rabszolgaként fogjuk leélni az életünket. Tehát van-e békesség bennünk? Háborog-e a lelkünk? És bízom benne, hogy sokak lelke háborog, akik a szent gyónásukat nem végezték el. És nagyon fájdalmas volt azt hallanom, hogy a saját püspököm mondja azt, hogy ne erőltessem a szent gyónást. Tehát köszönöm azoknak, akik ismét információszállítók voltak közöttünk. Tehát látjátok, nem is kell visszamenni a régi rendszerbe. Most is vannak informátorok közöttünk. Vajon háborog-e a lelkük, hogy itt ülök, és azért, hogy információt vigyek. Nem azért, mert Krisztushoz akarok tartozni. Az ilyen ember nem tud Krisztushoz tartozni. Az ilyen ember áruló. Hiszen, hát kit árul el? Krisztust árulja el. Hiszen teológiailag a pap Krisztus földi megjelenítője. Tehát aki engem elárul, azt Krisztust árulja el. És nyugodt a lelkiismeret. Ő fog vértanú lenni, értünk? Nem hiszem. Nem hiszem. Tehát én szeretném, hogyha küzdenénk egy kicsit mindannyian a saját vértanúságunkért, és ez először a hétköznapi életünkben kezdődik, nagyon nehéz. Tehát nem mondja senki, hogy ez könnyű, de el kell kezdenünk valahol, és ez a hétköznapi életünkben kezdődik. És a saját bűneinket vissza tudjuk utasítani Krisztussal, ha bennünk él, és mi benne, akkor vissza tudjuk majd utasítani az elnyomókat is. És ha kell, meghalunk. Nem könnyű, de hát próbáljunk erre készülni. És az imádságunkban ezt kérjük, hogy Uram, benned lehessek, és te bennem legyél. Csak ez az egy számít. Csak ez az egy számít. Ha ez megtörténik, akkor mindenre képesek leszünk Krisztusban. Ha ez nem történik meg, akkor semmire sem leszünk képesek, és lehet, hogy mindent elveszítettünk. Így legyen, illetve ne így legyen. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, és emberén, koncilus világos alatt, értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Uromban
sértetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszen az egyszer katolikus és apostoli anyaszentegyházban való az egykerességet, a bűnök bocsánatára, várja a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, aki egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára. Add meg, Urunk, Szent Atyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét. Kérünk téged, hallgass minket. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj hitből fakadó álhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn Szent Fia testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve a megtapasztalás boldogságát élvezzük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veletek, béke veletek. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó halvon, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Kérünk mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a következőket. Hétfőn lesz Urunk születésének hírüladása, tehát gyümölcsoltó boldogasszony. Ezen a hétfői napon reggel 7 órakor lesz a szentmise itt a templomban. Szintén hétfőn 16:30-tól Mária kör lesz a plébánián. És megjelentek szokásos heti kiadványaink, hogy az egyik a Vedd és Olvasd, jó terjedelmes mennyiségben. Hogyha a rózsaszín lapot majd a kezünkbe veszük, és szeretném kérni, hogy mindenki vigyen magával, vagy legalább háztartásonként egyet, ugyanis a hátulján a megváltozott miserendünk olvasható. 3 hétig más miserend lesz itt a templomban, mint a megszokott. Elmegyek szabadságra. Azt nem mondom meg, hogy hova, az informátorok kicsit dolgozzanak, hogy kinyomozzák, hogy vajon hova megyek el 3 hétre, kivel megyek el 3 hétre, és mit csinálok ott 3 hétig. Tehát most az informátorok kezdjenek el dolgozni. Tehát, hogy estére valamit már halljak én is abból. Ahogy szoktam mondani, holnap még itthon vagyok, még a holnap reggeli misét én tartom, de hát délben egy sült kolbászt megeszek a csarnokban, közben a híreket meghallgatom. Tehát ott majd már elvileg tudni fogok dolgokat, hogy hát mégis hova fogok elmenni. Igyekszem ahhoz igazítani majd az úti célomat. Tehát, hogyha valaki azt hallaná, hogy az északi sarkra mentem, lehet igaz, lehet nem. Tehát azt kérem, hogy ne dőljünk be semmilyen pletykának. Még akkor se a püspökségről jönne vissza az info, mert nem biztos, hogy igaz. Tehát nem akarom ezt közreadni, bár most, hogy tévés misén van, lehet most kéne elmondanom, hogy egész város tudja, és lehessen mondani, igen, a tévében az atya megmondta, hogy az északi sarkra megy, de nem mondom meg a tévénéző kedvéért se, hogy hova megyek. No, tehát a lényeg, hogy a hátulján a megváltozott miserendünk olvasható jövő hétvégén már csak egy mise lesz itt a templomban vasárnap este. Tehát 3 héten át itt a templomban csak vasárnap este 6 órakor lesz szent mise. Bocsánat a kellemetlenségekért, hogy esetleg 2 utcával följebb kell menni délelőtt, vagy este kell eljönni ide. Így alakult a helyzet. Bízom benne, hogy türelemmel el tudjuk fogadni 3 héten keresztül ezt a változást. Szombat este pedig Palinban lesz a szent mise, ami azt jelenti, hogy vasárnap délelőtt itt a templomban nem lesz szent mise. Tehát még egyszer mondom, vigyük magunkkal a lapot, olvassuk el, és tegyük fel a kérdést, hogy értem-e. Mert időről időre sajnos azt a visszajelzést kapom, hogy nem tudtam. Tehát amikor le van írva, kézbe adom, elmondom, és még mindig valaki nem tudja. Tehát próbáljuk egymást egy kicsit trenírozni ezen a téren. A zsolozsmák rendje változatlan itt a templomban, tehát hétköznapokon reggel és este lesz zsolozsma. És ugye a Vedd és Olvasd zöld színű szám, az pedig ugye a következő hetek, amikor nem leszek, annak a szentírási szakaszait, illetve kérdéseit tartalmazza, tehát nem menekül senki a szentírás olvasás elől, tehát nincs 3 hét pihenés, és hat porosodjon a szentírás, nem. Folyamatosan vesszük kezünkbe, és olvassuk. Sokat dolgoztam rajta, úgyhogy bízom benne, hogy gyümölcsöt fog érlelni, és fehér színű lapon a mindeneket megújítani Krisztusban, pedig a húsvéti időnek a szimbólumaival foglalkozik, többek között a húsvéti gyertyával, hogy tulajdonképpen mi is ez a gyertya, miért égetjük, mik rajta azok a jelzések, amik láthatók. Tévénézőknek mondom, hogy az interneten is elérhető mindegyik kiadványunk, interneten is elérhető ugye a miserendünk, tehát igazából mindent meg lehet szerezni interneten keresztül is. Az informátorok meg úgy is viszik a híreket, ebben biztos vagyok. Azért kemény dolguk van, gondoljunk bele. Egyrészt minden prédikációt végig kell hallgatni, mert hát ugye ebből gyűjtjük az infót.
akár újra meg újra, tehát az interneten mindegyik prédikáció meghallgatható, tehát azért hányszor hallgatnak engem végig. Tehát azért ez egy kemény feladat. Mindent el kell olvasni, amit írok. Tehát azért ez is munka. Tehát azért becsülöm az ő kitartásokat. Szerintem nincs még olyan embertípus, mint az informátorok, akik annyi prédikációt és írásos anyagot olvasnának, csak azt nem értem, akkor miért nem térnek meg. Tehát ez számomra rejtély. De a lényeg, hogy hát mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Most a szentmise után bicikli megáldás lesz az Erzsébet téren. Igyekszek minél előbb odaérni. Aki biciklivel jött, azt várom szeretettel ott az Erzsébet téren. Aki gyalog jött, azt is, bár ott nem tudok mit megáldani. Autóval ne hajtsunk föl a térre, tehát az már több kerék, mint kellene. Tehát a lényeg, hogy most nem lesz készfogás, mert sietek az Erzsébet térre, és megáldom a biciklis egyesületnek, meg mindenkinek a bicikliét, aki oda kerekezi. Tehát még egyszer mindannyiótoknak szép informátoroktól mentes vasárnap délután kívánok. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szentmise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja, és köszönöm ismételten a zenei szolgálatotokat. Felüdített, köszönöm.